múlt év végén tartott végrehajtói konferencián, melyre sajnos nem sikerült bejutnunk, és a munkatársainknak semmilyen szinten nem volt szó arról, hogy ugye Sádor Györgyöt, a végrehajtói kar elnökét mielőbb szeretnék esetleg leváltani, mivel már így is elég késői ez a döntés meglátásom szerint, mivel ugye, hogy előzetes letartóztatását tölti dr. Sádor György, így ugye nem tudja elvégezni a feladatát, és ugye az ehhez szükséges személyes jelenlétet sem, hogy ez meglátásom szerint jogszabály ellenes is ez a nem lemondatása. De úgy tűnik, hogy a jelenlegi végrehajtói kar vezetés elégedett le dr. Sádor Györgyel, vagy tartanak ennek a meglépésétől, én ezt sem tartom kizártnak. Meglátásom szerint a jelenlegi vezetőséget is egyébként szükséges lenne mielőbb leváltani az MBVK éléről. A Mi Hazánk mozgalom viszont nem csak a végrehajtó maffiát buktatta meg, hanem teljes reformot is kezdeményez a végrehajtó maffia mielőbbi felszámolására, melynek alapköve, ugye, hogy non-profittá kell tenni mielőbb a végrehajtás, hogy ne profitorientált magánvállalkozásokként működjenek, de a jelenlegi rendszert figyelembe véve az első mozzanat pedig a korrupcióval vádolt, érintett végrehajtók mielőbbi eltávolítása és a lehetséges kiskapu bezárása lenne. A Fidesznek, pontosabban Répási Róbertnek sem sajnálatát kellene kifejezni ebben a kérdéskörben, hogy ő nagyon sajnálja, hogy még mindig a Sádor György a vezetője az MBVK élén, hanem a korrupt végrehajtók ellen hathatósan kéne végre fellépni, és nem tovább asszisztálni a tevékenységükhöz a kormánynak, és a rájuk szabott, sőt rájuk írott törvényeket hatályban tartani, ezzel is ugye a magyar emberek népnyúzását erősíti a kormány. De nem elég végre a vezetőségben rendet tenni. Tudomásunkra jutott, hogy több érintett végrehajtó az iroda bevételét a jövőben különös módon szeretné kimentetni. A módszer pedig véleményen szerint szabályellenes lenne a közeljövőben, mivel az a terv, hogy egy végrehajtó több irodában is szeretne belépni tagként, de ez nem lehetséges. Így ugye több irodának a pénzügyi, gazdasági felügyeletét is tudnák kezelni, és a pénzügyeit is több helyen. Így pedig megmentve akár a börtönévek utáni időszakra is az iroda által termelt milliókat, vagy épp pedig milliárdokat is inkább. Rendet kell tenni a végrehajtásban, vérlázító, hogy a botrány kirobbanását követően semmilyen valódi intézkedést nem eszközölt a kormány, és nincsen valódi megoldás, és még a korrupciós ügyletektől hemzsegő Sádor Györgyöt sem mozdították el a helyéről, sem a MBVK, a vezetőség, a kar sem tette ennek érdekében semmilyen lépést, sem pedig a kormány. És erre utaló magatartás sem. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom Sádor György azonnali elmozdítása érdekében határozati javaslattal fog élni, hogy az MBVK élére végre ne egy korrupciótól hemzsegő végrehajtó legyen, és az előbb említett vagyonkimentés lehetőségére vonatkozó szabályt bezárjuk és konkretizáljuk egy törvénymódosító javaslattal.